Mától sokkal szigorúbb büntetés fenyegeti azokat a kombisokat, akik utasszállítással foglalkoznak. A 88. -a szakasz a törvénynek azt mondja, hogy kik végezhetnek szolgáltatást, mert csak itt a taxiszolgáltatóknak a munkája van korlátozva, ugyanis azt írja, hogy csak személygépkocsival végezhetnek, olyannal, amelyben legfőbb ötülés van, beleértve sofőrülését is, és minimum négy ajtó, Ja, van a, a személygépkocsinak. És ez azt jelenti, hogy kizárja mind azon személygépkocsikat, amelyiknek több ülése van, mondjuk egy Opel Zafirát, vagy egy Fiat Multiplát, vagy esetleg a mikrobuszokat, amiben 8 utas is beülhet a sofőr mellett. Kedden a kombitulajdonosok egyesülete tiltakozó felvonulást tartott a fővárosban, de követeléseik nem találtak megértő fülekre. Azt mondják legalizálnák a vállalkozásokat, de nem kapnak engedélyt az illetékes minisztériumtól. Mi nyújtunk egy szolgáltatást az embereknek, amit ők szívesen fogadnak és igényelnek, akkor befektettünk ilyen kombikba, tehát ilyen járművekbe, akkor nem mondja senki, hogy még csinálunk vele, amit akarunk. Az zentai német András szerint ezen a nyáron fennakadások lesznek majd a nyaralásra indulás és a hazautazás alkalmával. Egy óriási bizonytalanság időszak előtt vagyunk, mindenki nagy kérdésekkel van, hogy mi fog történni. Én annyit tudok mondani ezzel kapcsolatban, hogy a hivatalos riportok szerint azt mondják, hogy nincs is semmi gond, mert át lehet érni kis buszokra. Na most ezzel kapcsolatban azért mondjunk el egy igazságot is, akár meg lehet szólhatatni egy hivatalos szemét is vele kapcsolatban, tehát nem olyan egyszerű ez, mint ahogy egyesek elképzelték. Tehát nem elég az, hogy ha most azt mondja egy eddigi kombi tulajdonos, hogy van pénzem, és akkor most fogok és veszek egy kis buszt. Igen, de ha csak most veszek egy kis buszt, és eddig nem volt buszom, akkor például alapföltételről legyen három évig saját busz a cégnek, ahhoz, hogy egyáltalán külföldre ehhez engedélyt tudjon kapni. Addig csak belföldön forrozhat. A mikrobusz tulajdonosok egyesülete bejelentette, fokozza a tiltakozást, mert az illetékes minisztériummal folytatott tárgyaláson nem sikerült közös nevezőre jutniuk. Azt ígérték, időben értesítik majd a közvéleményt az esetleges tiltakozó megmozdulások időpontjáról és helyszínéről.